sose gondoltam volna, hogy pont egy castingon kapok akkorát, mekkorát még egy fiútól se kaptam. Elett az órom vére is. Remélem soha többet nem találkozok ezzel a lánnyal. Nagyon erős volt. De a középsuliért ezt is megérte. Sziasztok, én Bernadett vagyok, és ezért szeretnék jelentkezni a középsuliba, mert nagyon szeretem azt a társaságot, ami itt van, és az, ami a kamerák előtt és mögött is történik. Én röviden összefoglalva egy olyan könyvolvasós kis bénalányka vagyok, aki mindenben orrásik, árul, vagy neki megy valami. De a barátaim szerint egy nagyon lelkes, és nem tudom, a társaságomnak az ilyen kis alaptagja vagyok. Az osztályomban úgy működök, mint egy ilyen kis bomba, ami néha felrobban, és ilyen óriási nagy vidámság, és ilyen kavalkád vesz föl körül mindig. Egyébként divattervező szeretnék lenni, és otthon varrok, tervezek, rajzolok, bohém, és kicsattanó vagyok. És bárhova megyek, az ott nyomot hagy. Tehát bárhova megyek új társaságból, mindig megjegyzik a nevemet és a személyiségemet. Sziasztok, Tóth Tibor vagyok, alias Happy, szoktak becézni. Főbb tulajdonságaim, hogy mindig vidám vagyok, és ezáltal másokat is vidámmá teszek. Ha bekerülnék a sorozatba, az egész sorozatot vidámabbá tudnám tenni személyiségemmel, poénjaimmal esetleg, hogyha a szerkesztőség úgy gondolja. Szóval szavazzatok rám! Bocsi, nem akartalak bántani. Hát azért ennyire nem sértettelek meg. Bocsi. Na. Köszönöm. Bocsi. Szegény srác, úgy sajnálom, nem akartam ekkorát ütni. El sem tudom képzelni, hogy sikerülhetett így. Hiszen amikor élőben megütöttem egy srácot az előző randimon, nem jött el a kis szanyó. Akkor őt is ugyanígy ütöttem meg, de neki nem vérzett semmilyen. Úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy ez hogyan történhetett. Nem akartam ekkorát ütni. És az egész csak egy szerepjáték volt, tehát nem is értem, hogy miért lendítettem ekkorát. Sajnálom, szegény srácot, most biztos dühösem.